Mai vendégem Vámos Miklós, abból az alkalomból, hogy megjelent Teendők halálom után című új könyve. Ez annyira friss, hogy még meg se tudjuk mutatni, mert amikor felvesszük ezt a beszélgetést, ez már ott van a kiadóban, de neked még nincs belőle, majd csak ezután fogod kézbe venni. Így sokadik könyved után még mindig ugyanolyan érzés kézbe venni egy új gyermekedet? Igen, mert én nagyon gyermekes vagyok, és akárhányszor megjelenik egy könyvem, még akkor is, hogyha sokadik utánnyomás, meghatódom. Tehát nehéz azt elhinni, hogy emberek azt, amit én úgy kigondoltam, azt elolvassák. Ugye én egy igazi amatőr író vagyok a szónak abban az értelmében, hogyha nem adnák ki, vagy nem adnának érte pénzt, én akkor is megírnám ezeket. Ez az amatőrségnek a mutatása. Szerintem ez a profi az a piacra dolgozik. Vagy én úgy érzem. Én meg nem. Megpróbáltam megnézni két helyen is, az OSK katalógusában is, meg a Szabó Ervin könyvtár katalógusában is, és mégis neked hány könyved jelent meg. Na most ezt a két rendszer se tudja, pedig ennél megbízhatóbb nincsen Magyarországon. Te számon tartod, hogy ez a hanyadik? Nem. A számot nem. Én más tartok számon. Azt tartom számon, hogy írtam 16 úgynevezett nagyregényt. A nagyregény az nem azt jelenti, hogy nagyon jó, hanem nagyon vastag. Ilyen, 16-ot. És úgy érzem, hogy ez a szám mindent elmond. A magyar irodalomban szinte senki nincs, akinek ennyi van. Regénye jókainak rengeteg van, de azok olyan kis tiszteletek. De ez azt jelenti, hogy a nagyregény az önmagában egy fontosabb irodalmi forma, nem, mint a nem, kicsi? Nem, nem, dehogy. Csak sokkal több időbe telik megírni. Ja, te a munkád szempontjából tartod. A munkám szempontjából. Tehát 16 ilyen nagyot írtam. Ezek között van egy, amelyik 300 év története. És van, ami több ezer. És van egy, ami 2000, pontosan 2000 év. Na most ezekkel volt teendő. A 2000 éves, aminek az a cím, hogy Hattyúk dala, az tulajdonképpen nem csak a magyar nép története, mert a 2000 év egy pontján elveszítjük a magyarokat, hanem az összes nép története, akik ugye errefele éltek, Pécs és környékén. Na most ehhez nagyon sokat kellett olvasni, egy raklapnyi dolgot olvastam el Pécsről, környékéről, Magyarországról, és ezzel együtt nagyon szerettem írni, de hát soká tartott. Tehát a 16 az sok időt jelent, és a mellette lévő könyveket azt nem tudom, hát kisregény is van, vagy ugyanennyi. Én pláne, hogy most ráálltam számolni, és az mint a több lenne. Na, de mert vannak novellás kötetek, van egy közepesen sikerületlen drámakötetem, meg szóval mindenféle. De most, hogy mondtad, hogy a munka mennyiségét, és rögtön azzal kezdted, hogy mennyit kell hozzá olvasni. Te amikor azt nézed, hogy mennyi időt, munkát fektettél egy könyvbe, akkor onnan kezdődik, amikor elkezdesz utána olvasni? Persze, hát igazából, ha egy kicsit is belejössz ebbe a mesterségbe, és kialakítod a modorosságaidat, tehát a dolgokat, ahogy te szoktad, amelyeket újra meg újra a szerkesztőkkel, hogy úgy mondjam, vívott küzdelem árán tudod megtartani. Mert mondjuk Magyarországon például minden szerkesztő kiadótól függetlenül, ha azt írod, hogy a ház mely, akkor kijavítják amelyre. És hiába hozott példának Mikszától Esterházyig a magyar irodalmat, ők nem tágítanak. Ezt a korrektorok szokták inkább. Korrektor szerkesztet, ez összefolyik, tehát nem tudom már pontosan. Igen. És sok ilyen van. Vagy én párbeszédekben szeretem azt írni, hogy Szerbusz Krisztián, felkiáltóleg gondolatjel Miklós. Tehát az mondta. Azt olyan nem tartom szükségesnek, hogy odaírjam, hogy mondta. Néha azt se, hogy Miklós, de na most itt mindig beírják, most éppen volt egy korrektúra egy antológiában, és akkor beírták, szólt Miklós. És akkor én ezt kihúzom. Tehát ha kialakítottad ezeket, hogy te hogy szereted, hogy ábrázolsz jellemet például. Én például nagy előszeretettel tájleírással. Mindegy. Tehát az a legutoljára jut eszembe, hogy leírjam, hogy Krisztián egy pirosás keretű szemüvegben ülő, őszes hajú, elégedett férfi. Ez kevésbé tartom jónak. Na, de ha ezt kialakítottad, akkor a felkészülés a munka. Még egy nagyregényben ilyen típusú leírásokra bőven van mód, de
a karcsú könyvekben, vagy hát a kisregény műfajában ott a tömörség. Hát az ott majdnem ott a novella fele húz a szerkesztés, hogy a felesleget ott nem le kell hántanod. De ez ennek a karcsú könyvek sorozatnak a negyedik darabja, hogyha jól számolom. Pontosan. Miért vágtál bele ebbe a dologba? Ez egy szomorú történet, mert ugye amikor megjelent a 16. nagyregény, aminek az volt a címe, hogy Dunapest, és az nagyon fontos nekem. Akkor tájt találkoztam ilyen író-olvasó gyűlésen, vagy könyvhéten, vagy mit tudom én, egy fiatal nővel, aki jött, hogy ő hogy imád engem, de hát miért jött ilyen vastag könyveket, akkor ő azt nem tudja az ágyban olvasni, mert nehéz tartani, a villamoson kényelmetlen, nem fér be a retiküljébe. És akkor gondoltam egyet, hogy úgyis már úgy meditáltam egy ideje, hogy nem kéne nekem több nagy regényt írni az előbb mondott szám fényében, elég ez erre az életre, de hát még nem vagyok elég öreg. És akkor gondoltam, jó, tessék, karcsú könyvek, az jól is hangzik, két egymásnak fordított K betű, és én nagyon sok régi kis regényt írtam, és ugye tizet terveztünk 5 évre, tehát ez egy 5 éves terv. Most a második év véget álljam. Tartod akkor az ütemet? Én tartom. De az ütem mindig az, hogy az első 5-ben volt 2 vadonatúj. Volt a 57 lépés című, meg a ma megjelenendő Teendők halálom után. Én nagyon szeretem ezt a címet, de mindenki rémüldözik, mintha... Na, erről majd beszéljünk mindenképpen. Egyébként én is rémüldöztem egy pillanatra. Nem kell. De nem az én halálomról van szó, hölgyeim és uraim. Tehát lényeg az, és vannak régiek, amelyeket úgy felújítok. Tehát volt egy olyan régi kis regény, hogy egy vonatút története az egyik utazó és a másik utazó szemszögéből, páros kis regény. Mellé tettem vonatos novellákat, és úgy éreztem. Ez volt a tavaszi karcsú könyved. Hát ennek az a cím, hogy visszavonat, igen. Egyszerűen. De idén jelent meg ez is. Idén, igen. Azért a te pályád is kisregényekkel kezdődik. Igen. A Borgész és az Én is kisregény volt, ezzel indultál. A karcsú könyvek miben másak? Én vagyok más. Tehát én azért túl hamar kezdtem ezt a pályát, és ha én lettem volna az akkori szerkesztő, nem adom alám a lovat ennyire. De még, tehát épp hogy 19 voltam, amikor az új írás ilyen nagy dobverés kapcsán, hogy fölfedezett, én lettem az új fiatal író. Hát a fiatal író, nem is volt más. Mondanám, hogy a, mert akkor párthatározat volt, hogy több fiatal író nem kell, mert már van elég. Az a van elég, az volt a Simófi 30-es évei elején, vagy közepén, Marosi Gyula ugyanott, és a Császár, aki már 40 is. Ezek voltak a fiatal írók. És utána egy-két évvel jött Bereményi, és aztán Eszterházi. Hát az nagyon meglepő volt, hogy egyszer volt egy írószövetségi taggyűlés, mert ugye nagyon sokáig írószövetségi tag voltam, egy emberöltőn át, és Gál István, akit nagyon szerettem, ő volt az újírásban a prózarovat vezető, és ilyen atyapótló barát, és akkor ezen a közgyűlésen odahívott egy nagyon cingár, hosszú hajú, kicsit Rákóczi Ferenc fejedelemre, másodikra emlékeztető fiatalembert, és azt mondta, ismerkedjetek meg, ő is egy új reménység. És ott állt Eszterházi Péter, és azt mondta nekem, tiszteletem. És olyan hülyén néztem rá, ez az ő fanyar humora, de akkor én még őt nem ismertem. De akkor én már egy 2-3 kötetes szerző voltam. Na most ez túl korán történt szerintem. Tehát a kezdeti kisregényeimben még úgy Hájó Kovács módjára dolgoztam, főleg azért, mert én meg voltam róla győződve, hogy én novellista vagyok, leszek, maradok. Úgy éreztem, hogy a 20. században, mondom ezt így a 21. nincs idő regényeket olvasni, novellákat kell, rövid, tömör, és az én kezdeti novelláimból aztán mindent kihúztam, amit lehetett. Tehát olyanok voltak, mint a novella csontvázak. Kicsit igaz ez a Borgészra is, ahol szintén nincs tájleírás. Meg azt is hittem akkor még, hogy nem kell embert ábrázolni. 300 évvel mindig embert ábrázolnak, akkor ötletek kellenek. És én ötletnovellákat írtam. A Borgész is tulajdonképpen egy ötlet kisregény, és az Én és Én, ám pláne egy szerkesztési ötlet kipróbálása. Nem mondom, hogy ezek rosszak voltak, de még eszembe jut az a Goethe mondás, hogy először
először kezdetben rosszat írunk és bonyolultat, aztán kicsit jót és bonyolultat. És a vége az, hogy egyszerűt és jót. És hát ehhez én azért 40 éves korom táján jutottam el. Ez az egyszerű és jó, ez összefügg azzal, hogy ennek a sorozatnak van egy másik címe is, vagy egy párhuzamos címe, az, hogy pontos történetek. Ez az egyszerűség, ez a pontosság? Tulajdonképpen igen, de én ugyanúgy írom ezeket, mint hogyha kisebb nagy regényeket írnék. Tehát van először, ugye ide 200 ezer karakter az igazi. Kicsit lehet több, de az a formátumban jó. És ezeket meg szoktam írni 300-350-re, ahogy jön. Én írás közben soha nem törődöm semmivel. Se azzal, hogy mit szól a kritikus, mit szól az olvasó, befér, nem fér, hogy lesz, mint lesz, hanem csak úgy. Az alapos előkészítő munka, amiről beszéltünk, ami régebben, amikor még nem számítógéppel jegyzeteltem, egy ilyen dossziét jelentett egy regénynél, vagy kettőt, de egy kis regénynél is akkora. És akkor nekiugrom, és mindazt, amit elterveztem, elfelejtem. És hagyom, hogy menjen a toll, amerre akar, és amikor kész ez az első változat, félreteszem néhány hónapra, és utána alaposan meghúzom. Mint a szobrász, aki lecsapkodja csak a márvány tömbről. Néha túlhúzom egyébként, tehát ebben a könyvben is van egy rész a végén, ahol tudom, hogy túlhúztam, de sajnos ez a műfaj. A sorsokat feltáró, családi kötelékeket bemutató történeteknél, azért ez a, ha belegondolok, akkor a legtöbb könyved ilyen. Hogy család és... nem tudok ellenpéldát mondani. Tudod, ez úgy van, hogy én szociálpszichológiai érdeklődésű vagyok. Tehát engem az, hogy egy ember egyedül mit csinál, az nem érdekel. Az érdekel, hogy mit csinál az ember csoportban. Na de nálad a csoport azért meghatározóan a család. Hát az a legtipikusabb csoport, amelyikben mindannyian egy darabig benne vagyunk, de csoport a házas pár is, tehát szerelmes pár, két barát, két testvér, mint a most megjelenő Teendők halálom utánban. Tehát az a lényeg, hogy egy kis vagy nagy közösség, és azok a hosszabb történelmi regényekben pedig nemzetségek vannak igazából. De azért, hogy milyen család, vagy éppen a családnak melyik szegmense, azért az váltokozik eléggé, és meghatározó is. Mondhatjuk, hogy a Teendők halálom után nagyon leegyszerűsítve egy testvértörténet, vagy sőt, rossz testvéri kapcsolatnak a története? Ezt mondhatjuk, bár megjegyzem, hogy jó testvéri kapcsolat nincs. Tehát minden testvéri kapcsolat, a jó is, egyszerre jó és rossz. A legbonyolultabb, és én arról is írtam egyszer egy regényt, ez az iker kapcsolat. Tehát képzeld el, hogy ketten vagy. De visszatérnék ehhez. Én a testvéri kapcsolatról, mert ilyen témáim vannak egyébként, mondanám, hogy naponta, két naponta eszembe jutnak regénytémák, amiket aztán soha nem fogok megírni. Tehát egy írói kommunát el tudnék látni ezekkel az ötletekkel, de nincs rá kereslet. Szóval... Csinálj egyszer egy regény ötletet. Feltétlenül. Szóval a lényeg az, hogy nagyon régóta van ez az ötlet, hogy kéne egyszer írni a testvéri kapcsolatról egy regényt. Hogy miért és hogy, azt nem tudtam soha, de ezt 30 éve dédelgettem magamba. Többször nekifogtam. Egyszer kinéztem a testvér ősi magyar szavát, és akkor azt akartam címnek, az marha jó lett volna, senki se értette volna, hogy mi az. És ez mindegy. Mi? Hát most nem jut eszembe, de majd talán később. Ugye én már 70 fölött vagyok, nem minden jut eszembe. Ahol nekem 20 éves korom óta. Na mindegy. Eszembe dolgok. És akkor én a saját testvéri kapcsolatomat akartam megírni, amelyik szintén jó és rossz, de nem írtam, mindig előtolakodtak. Tehát ez olyan a témákkal, mint a párkapcsolatokkal. Tehát nekem rengeteg témám van, és ha előhozom a raktárból, az kell, hogy úgy pillanatnyilag beleszeressek. De tényleg, mint egy másik emberben. Ha nem tudok beleszeretni, visszaviszem. És így megvolt ez a testvér ötlet egészen addig, míg egyszer csak valaki, aki közel áll hozzám, megtalálta azt a dobozt, amelyben a londoni nagybátyám mindenféle relikviái voltak és vannak, mert amikor meghalt, akkor az ügyvédje ezeket elküldte nekem. És mivel én nagyon haragudtam erre az emberre, ezért ezt csak úgy berúgtam egy lakásban, egy íróasztal alá, nem is az otthonomban,
Van egy ilyen lakásom, ami olyan, mint egy, mit tudom én, egy Vámos Miklós emlékmúzeum, amit korábban írtam, ott raktározom. Régebben ott is írtam, de ez a 13. kerületben van, most már a 3. lakom, innen nem járok oda. És úgy nézegettem, ez tulajdonképpen ez egy téma. Miért nem írtam én ezt? Hát azért, mert utálom, vagy haragszom. És akit utálok, azt nehezebb megírni. Na és ez írói kihívás. Tehát valakit választasz modellül, valakit persze elrugaszkodsz tőle, de mégiscsak meg kell értened az ő igazságait, akkor tudsz írni róla. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont most olvastam lényegében ugyanezt Szabó Magdánál, hogy ő azért nem írta meg az édesanyja nagynényének a történetét, vagy csak negatív színben időnként föltűnt a karakter, mert nem tudott tulajdonképpen eljutni idáig, hogy meg kell érteni. És aztán szépen le is írtam, majdnem ugyanezt. Hát ez így van, és most ez megmelegszik a szívem, hogy ezt mondod, mert én ő vele nagyon jóba voltam, és tulajdonképpen csak a halála szakította meg ezt a barátságot, de csak kicsit, mert nagyon sokat gondolok rá. És ő például egy nagyon hasonló szerző, mint én vagyok. Azon túl, hogy mindenben különbözik. De ha azt mondhatnám, hogy sült realista volt Szabó Magda, akkor szerintem jót mondok, és én is egy sült realista vagyok, tehát akármennyire néha az ötleteimmel elkanászadom, de azért amit írok, meg akikről írok, ott az igazi realizmus, lehet, hogy ez egy picit olyan tündéri realizmus, mint a Gelléri Andor Endrénél, hogy van egy asztal, teljesen realistán leírod, de az egyik lába nem ér le a földig. Szóval ahogy így. Azt ugye elárultad, hogy ennek is van akkor valamiféle önéletrajzi háttere, legalábbis ezt a konstellációt, ezt jól ismered. Ugye annyit elmesélhetünk a hallgatóknak, nézőknek a történetből, hogy egy Londonban élő, de Pécsről származó Lord végrendelete körül forognak az események, és a fő ideje az ezredfordulón játszódik, és onnan nézünk vissza. Ez akkor is egy, mondjuk ez a testvér történet, ez akkor is egy alaptörténet a Bibliától a népmeséken át Mark Twainig visszatérő motivum az irodalomnak, hogyha nem tudjuk ezt a háttértörténetet. Ilyenkor ezeket a párhuzamokat is végig gondolod? Nem, ez úgy van, hogy velem nagyon sokszor előfordult életemben, hogy nekiláttam egy témának, hosszan jegyzeteltem, dolgoztam, és amikor elkezdtem írni, valaki más írt egy hasonlót. Például, ha azt az eredeti testvérregényt írtam volna meg a nővéremmel kapcsolatban, akkor el kell mondanom, hogy a nővéremmel lejátszódott a Jó estét nyári, Jó estét szerelem. Úgy, ahogy van, csak nem lenni görög diplomat, hanem lenni jugoszláv diplomat. És én ráadásul úgy éreztem, hogy ez egy annyira, még bőven szocializmus volt, egy kábelgyári segédmunkás. A Jugoszlávban csak annyi volt igaz, hogy a Szabadka környéki faluból jött át egy árva gyerek az itteni nagypapájához. És én ezt már frankón írtam, mikor kijött a Jó estét nyári, Jó estét szerelem. Akkor becsuktam, félretettem. Tehát ez nagyon sokat fordul elő. Ezért ma már nem törődöm azzal, hogy mások mit írtak, mert nem akarom így félbehagyni. Amivel törődöm, az a cím. Tehát rengeteget történik az, hogy az én címeim, mikor elhatározom, rájövök, hogy de hát azt már az használta, ez használta, és akkor módosítok, ha tudok. Azt ugye elárultad a félredobott, vagy félretolt doboz kapcsán, hogy a te helyzeted az miben hasonlít arra, hogy az egyik karakterrel történik. Ott is van egy nagyon kudarcos találkozás ezzel a bizonyos nagybácsival, meg egy, hát onnantól kezdve egy rossz viszony, vagy még viszonynak se nevezném. Ez, ami munkád benned, mint saját tapasztalatod, ezt írtad meg tulajdonképpen, vagy azért ez el van távolítva? Nem, ez nem így volt. Tehát a lényege igaz, de a részletek azok mindig irodalmilag valahogy másképp alakulnak. És egyébként én azon kezdtem el gondolkozni, hogy van egy nagybácsi Londonban. Ez a nagybácsi, ez egy több testvéres generáció egyik tagja. Őt kijuttatta a pécsi család pénze Londonba, de egy lépésre tett, hogy többeket kimentsen, legalább a testvéreit oda, semmit. Nem foglalkozott velük. És
Ezért biztos vagyok benne, hogy ezek haragudtak. Hát a testvérekből kettő is volt munkaszolgálatos. Az egyik meghalt, a másik, az én apám, az valahogy hazaküzdette magát, megszökött a táborból. Ez az a tábor, Tambova neve, ahol Örkény István is volt. Megkérdeztem Örkényt, hogy emlékszik-e apámra, de nem emlékezett. Ez mondjuk érthető. És apám, az ugye nem nagyon beszélt velem, ez egy másik regény témája, de lényeg az, hogy apám nem haragudott erre a testvérére. Egy kicsit se. Nem egészen úgy, mint ahogy ez a könyvben van. És én ezen kezdtem gondolkozni, hogy miért nem haragudott. Ugye voltak ott szülők, nagybácsik, mit tudom én, egy komoly pécsi izé, és az ő pénzükön menekedett ki. Akkor miért nem? És ugye az apám itt élt a szocializmus bugyraiban, most nem mesélem el rövid, de hányatott életét, és vele se foglalkozott egyáltalán. Miért? És hogy lehet, hogy ez a angol úr egyáltalán nem érdeklődik irántam, mikor mert az igaz, hogy egyetlen egyszer találkoztam vele. Oda mentem Londonba, és annyira nem érdekelte, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit keresek itt. Minden módon éreztette, hogy terhére vagyok. Miért? És megpróbáltam erre egy választani, de általában meggyőződésem, hogy az írás arra való, hogy valami, ami a magánemberi agyad számára nem érthető, az írói agyad majd írás közben megérti, és ez történt ezzel a könyvvel. És te közben az írói agyaddal megértetted? Igen. Azt hiszem, bele is írtam valamennyire. De hát ugye nem az a cél, hogy a saját értésedet tedd bele, de megértettem, igen. Ugye ez egy nagyon jellemzően 20. századi magyar történet, a 30-as években indul valahogy, és hát két ember ölt összesen, az ezredfordulón van vége. Ugye ez az a, bár említetted, hogy vannak szélesebb fesztávú regényeid, 300 év, 2000 év, de azért alapvetően a te történeteid azok ezt a korszakot fogják meg. És a, az elmúlt években megjelent regényeid is, de régebbiek között, tényleg a Dunapest mindenképpen, a Szitakkötő, az 57 lépés, mindebben a korszakban. Neked ez azért fontos, mert ide vonatkoznak a családi tapasztalataid, vagy pedig valamit meg kell értenünk ebből a korszakból? Szerintem mind a kettő, de hozzátenném, hogy én egy korszerűtlen író vagyok, tehát 20. századi. Most hiába vagyunk a 21. században. Érteni vélem, tehát amit mondasz. Én úgy próbálok írni, ahogy a 20. század nagy próza eszménye ezt diktálja, és abba bőven belefél García Márquez. Aki egy regényhősöd úgy, is. Hát igen, de az egy képzeletbeli történet. Mint Tolstoy, akit sajnos nem lehet utánozni, bár én néha próbáltam, de nem megy, vagy Csehov, vagy Hemingway, és a többi észak-amerikaiak, dél-amerikaiak. Tehát én az szerint, az eszmény szerint írok. Na most a posztmodern megjelenése hatalmas vörös felkiáltójellel hirdette, hogy az nem érvényes. Sajnos azért, mert ez a szocialista realizmus nevű fogalom, ami soha nem valósult meg, de mégis az 50-es, kisebb részt a 60-as években ezt prédikálták a kultúrpolitikusok itt. Ezt valahogy egyben most ez a posztmodern, tehát a posztmodern az tulajdonképpen egy lázadás volt a szocialista sémák ellen. És egyetlen hatásos lázadó volt Esterházy Péter. Sajnos a többi posztmodern író, legalább a magyarok, azok valahogy ezt a szintet nem tudták megugrani, és ő is csak azért, mert ő nem is prózaíró, hanem prózaköltő. Tehát ő egy egyetemes, olyasmi költő, mint mondjuk a Homérosz, aki leírja a világot, de nem epikai eszközökkel, vagy hát a Homérosz némileg, de vagy mondjuk, mint Ovidius életműve, amiből azért szintén sok mindent ki lehet hámozni. És ilyen tehetségű nyelvművész Magyarországon azelőtt se volt, és szomorúan mondom, hogy nem is lesz. Ez the one and only, ahogy az angolok mondják. Költészetben Vörös Sándor talán. Költészetben persze, de most arról beszélek, hogy, hogy mint prózaköltő, a prózaköltő, aki ilyen regényeket tud írni, mint ő, amelyek nem is regények, ha műfajjellemzés, ha volna Magyarországon műfajjellemzés, akkor ezt, amit én mondok, már valaki egy vastag könyvbe megírta volna. De mindegy. Viszont ha már definícióknál tartunk, definiáltad magad, mint sült realistát. Igen.
Ennek a regénynek van, az idejéről már beszéltünk, van öt kiemelt helyszíne, öt település, London, Bécs, Budapest, Pécs, és egy falu Ladánybenne, nem tudom, hogy falu Ladánybenne vagy. Az egy falu. Utóbbi miért került a történetbe? Van személyes kötődésed? Hát egy mondat kötődésem van, hogy egyszer volt egy takarítónőnk, de nagyon-nagyon régen, tehát akkor én 20-as éveimben voltam, és onnan származott, és mindig azt mondta, hogy Ladánybenne. És ez nekem annyira tetszett, hogy egyszer elmentem Ladánybennét megnézni, tehát egy egyszerű magyar falu, és innen jött a Ladánybenne, de úgy gondoltam, hogy ahhoz az alakhoz, akit az inasból teremtettem, akit természetesen nem így hívtak, nem így nézett ki, tehát semmi nem stimmel, csak az, hogy haláláig kísérte ezt az én nagybátyámat. Úgy éreztem, hogy jó lesz egy ilyen falusi háttér. Meg a Ladánybenne kiejtési mód is. A könyvben felbukkan egy lottószelvény is, amit ilyen sajátos szisztéma szerint játszanak meg. Te mennyire hiszel a véletlenben? Hát véletlen nincs, és azért van. De hozzátenném ezt, hogy a lottó az meg máshonnan van. De azt is megírtam már, de mégis itt most röviden összegezem. Az édesanyám, amikor a lottó megjelent Magyarországon újra, mert biztos tudod, hogy háború előtt volt, de aztán szocializmusban 57-ben kezdődött újra. És akkor anyám jött egy szelvénnyel, diadalittasan, és azt mondta apámnak, aki ugye jogi végzettségű volt, de nagyon jó volt matematikából, hogy na Tiborkám, én most ezt megjátszom, és mostantól addig, amíg nem nyerünk. És akkor apám a nővérem függvénytáblázatából kiszámította neki, hogy egy háromszor akkora összeget kell költeni a szelvényekre, mint a főnyeremény, ahhoz, hogy ő nyerjen. És akkor anyám a rájellemző módon azt mondta neki, hogy volt ez a és egy ilyen szemforgató. És játszott végig, és soha nem nyert. Na most, amikor a mániás depresszió leverte a lábáról, attól kezdve nekem kellett a szelvényével minden héten játszani. Ez az egy mindig számon kérte. Volt, hogy elfejtettem bedobni, de megvettem, és mutattam neki a szelvényt, és soha nem nyert. És akkor telt múlt az idő, és egyszer csak írtam a Márquez meg én, amit egyébként Márqueznek írtam, noha a spanyolban nincs Z, tehát ezt őt Márqueznek kéne ejteni, de a címbe úgy írtam, hogy mi magyarok mondjuk. És akkor ott egyszer csak ez a Márquez, aki eljött vendégségbe hozzám, azt erről meséltem, és azt kérdezik, és nem folytattad a számokat? Mondtam, nem. Hát te hülye, lehet, hogy már megnyerted volna a főnyereményt. Akkor megnéztem. Ezt akartam kezdeni, hogy ellenőrizted. Akkor megnéztem, és nem nyertem volna semmit, de akkor, amíg a regény munkálatai tartottak, megint megtettem anyám számait, és hagyományainkhoz híven azóta sem nyertem semmit. De megmondom neked, hogy én soha nem nyertem semmit életembe. Életemben iskolai tombolát sem. Tehát én nem az a típus vagyok. Én kapok dolgokat, de nem nyerek. Akkor ezért mondod, hogy nincs is véletlen. Hát ez bonyolult dolog, mert ugye amikor valami megtörténik, akkor mi már utólag nagyon jól tudjuk magyarázni mindabból a dologból, ami utána történt. De ha előre nézzük, amikor még azokat nem tudjuk, akkor nincs véletlen. Ugye szóba került a legelején, és siettél megnyugtatni, hogy azért a Teendők halálom után cím persze egy konkrét regénybeli helyzetre utal, de azért óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy valahogy visszatekintesz, összegzel. Ez szándékos ez a kettőség, vagy nem teljesen véletlen? A címek nálam úgy keletkeznek, hogy még le se írtam egy sort se, és jön egy cím, és akkor elkezdek küzdeni ellene. Mondok két példát. Apák könyve. Nagyon rossz címnek éreztem, mert arra gondoltam, hogy a kis miniszoknyás tájékozatlan eladók beteszik az így gondoz csecsemődet jellegű könyvek közé. És aztán jött ez az Anya csak egy van, ami egy ilyen gyönge kis vicc. Kapáloztam ellene, de egyszerűen tudod, van, hogy nem engedi a könyv, és ez maradt. És itt pedig az volt, hogy amikor eszembe jutott az az ötlet, hogy elküldi az inasát, amiből semmi nem igaz, hogy itt elrendezzen bizonyos dolgokat, sírboltot, stb., hogy akkor, hát nyilván azt írja a borítékra, és angolul találtam ezt ki, things to do after my death. És az azért érdekes, hogy ezt most mondom, mert tegnap az az örömért, hogy ennek a regénynek az első, te 30 oldala megjelent angolul egy Los Angeles Review nevű. Ez nem akármi. Igen, és ezt
ezt fordította a fordító, tehát innen tudom, hogy things to do after my death, ami nem olyan jó, mint teendők halálom után, egy kicsit hosszú az én ízlésem szerint, de ez így van. Hosszabb? Már mindegy, az én fülemnek pont. Teendők halálom után, things to do after my death. Jó, igazad van ebben is. Ha már a külföldi megjelenés, hogyha a rólad szóló külföldi cikkeket olvassuk, akkor többnyire a Zengazének, az Anya csak egy van, az Apák könyve, amit így úgymond főművetként megemlítenek. Ezek mind nagy regények, tehát ebből a 16-ból 3. Te tekintesz így az életművedre? Tehát tekintesz valamelyik könyvedre úgy, mint főműved? Egyáltalán nem. Tehát azt tudom, hogy, ez, hogy van egy ilyen élcsapata a könyveimnek, tehát 5 huszár, azt hiszem 5. Ezek közé feltétlenül beletartozik. New York Budapest metró is? Az például nem. Azt én egy nagyon fontos könyvemnek tartom, de amik úgy nagyjából betakarják az én munkásságomat, az a Zengazének szerint. Az egy elég jó cím, hogy zárójában. Az elég jó. Persze nem lehet lefordítani semmilyen nyelvre, de nem baj. Franciára úgy fordították, hogy Allons enfants, ami a Marseille. Az elég jó. Na, tehát Zengazének, Anya csak egy van, Apák könyve, és én szerintem a Dunapest, az biztosan oda tartozik akkor is, ha nem lett körülötte akkor a hűhó, de majd lesz. Könyvek azok hosszú távú harcosok. És 5. a Sánta kutyát mondom, amivel egyedül maradok. Az meg is lep, hogy ezt mondtad. Azért mondom azt, mert irodalom technikailag ott jutottam legközelebb a falhoz. Tehát általában kitalálsz valamit, meg akarod valósítani az akkor rád jellemző színvonalon, képességekkel, meg mit tudom én, és 80%-ig tudsz eljutni a falhoz, az én saját értékítéletem szerint. És az 85. Tehát a célhoz kapcsolódóan aznak a megvalósítása jól sikerült. Azon kívül imádok női főszereplőkről írni, és az egy asszony élete a 20. században, vagy a 20. század története egy asszonyban nem kívánt törlendő. Egyébként te tudsz egységes életműként gondolni a könyveid összességére? Eszembe sincs. Minek az? Vannak ilyen szériák, tehát ezt, amit mondtam, ez az 5, ezt tudom fontosnak találom. Aztán nagyon fontosnak találom a Hattyúk dalát, amelyik azt próbálja bizonygatni, hogy aki itt Magyarországon azt állítja, hogy ő magyar, az nem tudja, hogy miről beszél. Hiszen olyan rövid ideje... Vagy nem tudja, hogy mi ez a magyar. Hát igen, olyan rövid ideje. Azért azt könnyű elképzelni, hogy a magyarok elindultak onnan a francból, a kazárok mellől, és mindenki azt mondja, hogy honfoglalás, jöttek új hazát keresni. Nem. A kazárok egy nagyobb létszámú, harciasabb nép volt, és lökték őket errefele. Megjegyzem, sokszor a magyarok azt mondták, hogy ők kazárok, hogy féljenek tőlük. És akkor jöttek, és ahol ugye előttük lévő kisebb népeket leigázták, lemészárolták. Férfiakat rabszolgává tették, a nőket megdugták, és vagy elvették feleségül. Na most képzeljük, hogy a néhány száz év alatt ideértek, hány eredeti magyar maradt ezen házasságok folyamányaként. Hát és akkor még megérkeztek, és itt is, itt volt Svatopluk, meg mit tudom. Meg még akik utána jöttek. Hát igen, meg itt Gepidától Vizigótig mindenki megfordult. Hát tulajdonképpen az Apák könyve is egy magyarosodási láncként is felfogható. Igaz, de az csak 300 év viszont. Na most ezt úgy írtam meg, olyan rafináltam ezt a Hattyúk dalát, hogyha elolvasod az elejétől a végéig, a jelenből indul a múltba, akkor kapsz egy regényt. De ha elolvasod fordítva, akkor is kapsz egy regényt. És hosszan meditáltam, hogy ne időrendi sorrendben legyen-e. Tehát a 2000 évvel ezelőtt elkezdődik. Csak van egy elég erős poén, amit most el se sütök, az utolsó fejezetben, és akkor az elején sül el, és az úgy éreztem, az nem jó. De most például gondolkodom azon, hogy mi lenne, ha egyszer úgy adnánk ki körülbelül 33 fejezet, hogy 33 füzet. Tehát, hogy aki akarja, máshol mörköd. De ezt mindig elvetem. Rengeteg ilyen hülye ötletem van, amit aztán elvetek. De ez a könyved egyben azt is mutatja, hogy mondjam, le tudod vetkőzni a sült realizmust, mert ez egy szabálytalan. Kénytelen közbeszólni. A sült realista az nem azt jelenti, hogy szabályos. Az azt jelenti, hogy az alakokat úgy ábrázolod, hogy a másik emberben az az alak hagyjon egy mély nyomot, mert meggyőződésem, ha a saját olvasmány élményeimet
átgondolni. És én nagyon sokat olvasok, tehát talán heti egy-két könyv. Amire emlékszem, az mindig a figurák. Tehát én el tudom mondani neked, hogy Anna Karenina és Madame Bovary milyen, beléjük is vagyok szeretve. És ezek a könyvek megmaradtak. De vannak nagyon jó könyvek, amiket olvastam, és alig tudom elmondani, hogy miről szólt, pedig tetszett. Ez mondjuk, nekem is van. Hogy a Jean-Christophe, tudod, nagy vastag regény, kicsit Beethovenről, de hogy néz ki a főszereplő, és szerintem ezen múlik, és ez a sültre, és ha Szabó Magdára gondolsz, akkor a Szabó Magda hőseit, mondjuk a régi módi történetet szeretem legjobban, ezek, meg az ajtót, ezek, hát nem, úgy bennem élnek, és nagyon sokat árt ennek, amikor megfilmesítik. Hát az általában sokat árt. Beszéltünk egy csomót most a múltban nézésről, vagy hogy hogyan lehet elbeszélni a múltat. A 2012-ben megjelent Szitakötő című könyvedben a jövőbe is nézel, ami szokatlan egyébként nálam életművedben. És ugye ott 2026-ra tekintesz elő, ami hát akkor 14 év, az még egy nagyon távolság volt. Most meg itt van. Igen. Itt van mindjárt, és hát nem nagyon optimista jövőt vázolsz ott azért. Te pesszimista vagy a világ és Magyarország jövőjét illetően? Nem, én realista vagyok, ergo nem túl rózsás a kép, amit látok, érzékelek, de hozzáteszem, hogy 2026 egy nagyszerű év lesz, majd akkor kiadjuk újra ezt a Szitakötőt. Egyébként hoztam neked valamit. Ugye van abban a Szitakötőben egy technikai dolog, egy ilyen mindentudó kontaktlencse-szerűség. Empatónak neveztem. Képzeld el, hogy gyártják. Találtam egy cikket, aminek ez a Mojo Visions nevű cég kísérletezik ezen, és azt mondják, hogy ez most már itt van mindjárt, és piacra fogják dobni, majd átküldöm neked, hogy hogyan akarják. Hogy ez örülni. De egyébként hozzáteszem, hogy azért lett ott jövő, mert én a nemzedékemet akartam megírni. De mikor elértem az akkori jelenhez, tehát a 14... Még túl fiatalok voltak, gondolom. Még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy javukat lemészároljam. Tehát a realista író ellenállt, ezek még most nem halhatnak meg. Hát akkor mi legyen? Ugorjunk a jövőbe, ott majd meghalhatnak, ez volt azok. És az egyetlen író, akivel ilyen megmutatomos viszonyban vagyok, az a Márton Laci, aki szerintem a legolvasottabb, legokosabb közülünk. Sajnálom, hogy nem annyira népszerű, mint szerintem kéne, hogy legyen. Ha hallgatsz rám, egyszer meghívod ide, ha még nem hívtad. Na, és neki mindig oda szoktam adni, mert ő van olyan kedves, hogy elolvassa, és kritikai megjegyzéseket is mond. Engem a dicsimnusz nem érdekel, tehát dicsérni én is tudom magamat, hanem... És ő azt mondta, hogy Miklós, ez tök jó, de ne menj a jövőbe, az a ingoványos dolog. És nem hallgattam rá. De néha úgy érzem, igaza volt. Függetlenül attól, hogy most ez egy jó poén lesz itt 26-ban. Egyébként te inkább techno-pesszimista vagy techno-optimista, tehát ezeket a nagy technológiai fejlesztéseket illetően? Én elsőként szoktam a technológia újdonságait munkába venni. Hát én voltam az első hazai szerző, aki elkezdett a Commodore 64 nevű, akkor számítógépnek neveztük, de az egy játék. Azon írni, ehhez meg kellett tanítani egy nyomtatót, hogy az ékezetes betűket tudja. A számítógépet pedig azonnal a rendeset használni kezdtem, minden szoftvert ebben elmélyedtem. Minden, ami a munkámat segíti, az nekem fontos. Én a telefont utálom, de a mobiltelefonnak rengeteg hasznát veszem, tényleg. Jegyzetelek is benne, és így tovább. Tehát örömmel fogadom a technológia újdonságait, de néha elkap az az érzés, hogy fogni kellene magamat, bemenni a Margit híd közepére, ott, ahol van az a ferde rész, és ott az egész táskámat hitelkártyákkal, telefonnal, kulcsokkal, okmányokkal így bedobni. Nagyon jó regény kezdett. Igen, vagy elmenni a Walden nevű tó mellé, mint a Thoreau nevű nagyon jó amerikai író, aki oda kiment, hogy megnézze, hogy meg tud-e ő ott élni így egymagában. És nyáskoszton élni. Igen, és akkor kaibát építeni, tehát ez nagyon erős ez a vágy. Most két választottam neked, amelyek ilyen ellentétesek egymással, de az én világom az ellentétek világa. Azért is kérdeztem, mert ugye novemberben jön az első mesekönyved, Szív és lélek címmel, sőt, ez két mesekönyv, egy ikermese. Hát egy mesekönyv, két mese. Igen. Ha jól értem, ott mai kategóriákkal ilyen nanorészecskék a
a fontos meghatározó szereplők. Igen, de elmondom neked, hogy hogy van a történet maga. Hogy azt mondta Dian Victoria, hogy az Athénum kiadó vezetője. Az Athénum kiadó igazgatója, hogy a magvető kiadó minden szerzőjétől kiad mesekönyveket, és azok milyen jól mennek, és ő tudja, hogy én írtam egy mesekönyvet Boldogult úrfikoromban, ezt jól tudta dr. Orángutai Tivadar, és azt adjuk ki újra, és akkor az jól fog menni. És mondtam, ne adjuk. Miért? Mert nem jó. Ilyet keveset hallő szerzőtől, de hát én nem fogok megsértődni. Nem jó az. De tudod mit? Írok neked egy másikat. És a másik az azért íródott, mert a Zeng az ének című viszonylag nemes regényem úgy kezdődik, hogy nincs szebb könyv szívnél és léleknél. Ez egy imakönyv bevezetőjének első sora, és ez annyira tetszik nekem ez a mondat, hogy rögtön mondtam neki szív és lélek. És ezer éve gondolkodom azon, hogy az lehetetlenség, hogy az én érzelmeim, a szerelmeim, azok ebben a furcsa húsdarabban legyenek, amelyik nem is úgy néz ki, mint ahogy leszoktuk rajzolni a szívet, mindenféle pitvarok, meg kamrák, az ki van zárva. Ez egy mechanikai, ruganyos eszköz, ott nem lehet. De akkor hol van? És az se lehet, hogy láttam már agyat, emberi agyat, halott emberi agyat, hogy onnan jöjjenek az én gondolataim, ne gyerekeskedjünk, gondoltam én. És akkor elkezdtem kitalálni, hogy hogy lehetne erről a kettőről inni gyerekeknek egy érdekes mesét, és olyan kézenfekvő volt, hogy ez egy olyan mese legyen, ahol az egyik szervet és a másik szervet próbálja egy professzor gyógyítani kis nanó, ilyen kis mini babszemekkel, de közben az én könyvemben nem úgy néz ki a szív, ahogy ez, és nem úgy néz ki az agya, hogy az, ezeket úgy nevezem, hogy az a fizikai agy, és ez a fizikai szív, de van két másik. Egyébként nekem csoda, én őszintén szóval ezt az első gyerekkönyvedet, ezt nem is ismertem, de úgy feltűnt, hogy tulajdonképpen miért nincs. Tehát, hogy részben általában azok az írók, akiknek vannak gyerekei, és azok növekednek, azok szoktak gyerekkönyveket írni. Másrészt pedig hát a meseszövésnek ez a hagyományos narratív megoldása, az annyira adná magát. És aztán, amikor visszaemlékeztem, hogy a Csillagok világában például a főszereplő apa az folyamatosan mesél. Tehát miért van az, hogy most írod? A felkérés összesen ennyi? Hát bármi erőhelyes, igen. Tehát én úgy vagyok a felkérésekkel, hogy 10-ből 9-et nem fogadok el, akármi. Azokat fogadom el, amelyeket így magam felé tudok hajlítani. És úgy éreztem, hogy ezt már régen akartam ezzel foglalkozni. Én komoly könyvet próbáltam erről írni, de hát a szaktudást nem tudtam megszerezni, pedig próbáltam. És akkor ez egy ilyen megoldás erre, hogy írtam egy mesekönyvet. És hogy állsz a mesterséges intelligenciával? Ugye ezt azért kérdezem, mert hogy a könyv illusztrálásához mesterséges intelligenciát is használ a könyvtervező, és akkor ebből lett aztán mindenféle vita, vagy purpárlé az interneten, de nem is ez a része érdekel engem, hanem hogy te magad hogyan tekintesz erre a dolgot. Nagyon jól szórakozom vele. Tehát amikor egészen új volt, akkor egyszer odaültem hozzá, és azt mondtam, szerbusz. Azt felelte, szerbusz, mert tegez mindenkit. Olvastad-e az apák könyvét? Erre azt felelte, nem olvastam. Mire én? Miért? Mire ő? Olvastam az apák könyvét, nagyszerű családregény, 300 év története, és körülbelül leírta, hogy mi az apák könyve. Szerzője egy izraeli író, írta ő, odaírta a nevét, azaz, akit izraeli Faulknernek hívnak. Na most van olyan író, tényleg, de nem írt se apák könyvét, se semmit. Így kezdődött kapcsolatom vele, és azóta is nagyon sok mindent kérdezek tőle, tehát körülbelül azt potolja az én életemben, mint apám életében a keresztrejtvény. Szóval, mikor odaülsz az írógéphez, mindenkinek van egy ilyen írói tollászkodása, hogy hogy kezdje el. Vannak írók, akik az addig, ha regényírók, akkor az addig megírtat elolvassák. Én ezt soha nem teszem. Benne van a fejemben, kész. De mielőtt elkezdek írni, kell egy negyed óra. Az is jó, hogyha elolvasom a Facebookon, hogy a olvasóim mit üzennek, de szóval kell valami. És amióta van chatbot, vagy AI, vagy hívjuk, hogy akarjuk, azóta vele szoktam szórakozni. És meg akarom érteni, hogy milyen. És azt hiszem, elég közel állok már ahhoz, hogy értsem, hogy ez hogy működik. És ha én beszélgetek vele,
akkor nem csak ő mond vicceseket, hanem egyúttal tanítom őt mindenfélére. Egyébként te mit tartasz a legfontosabb találmánynak, ami mondjuk a te életed során született? Az én életem során? Hát szerintem a számítógép egyértelműen a legfontosabb, de az a számítógép, amire én gondolok, az egy nagyon intelligens írógép. Tehát írás közben te nem vagy elég öreg ehhez talán, hogy emlékezz, hogy régen úgy írtunk, hát egyrészt kézzel sokan, mint az említett Esterházy Péter, de az olyanok, mint én, azok úgy írtak, hogy konzul írógéppel írt egy oldalt. És akkor hát át kellett írni ezt a mondat, azt a mondat. Akkor egy kis ilyen papírcédulára ráírtam a javítást, úgy rácsíptettem. És akkor egy idő után egy lap ilyen vastag lett, akkor jött a következő. És a kézirat ekkora volt ettől a sok. Akkor odaadtam a gépírónőnek, letisztázta. Volt szívem belefirkálni megint. Tehát ez volt. Ehhez képest ugye a számítógép, az fantasztikus, ezt mind nem kell csinálni. Ráadásul tud olyasmit, amit az írógéppel szöveggel nem lehet csinálni. Például, amikor volt ez a Hattyúk dala, akkor én bizony fordított sorrendbe raktam 5 perc alatt, és elolvastam úgy is, hogy eldöntsem. Ami azt is jelent, hogy akkor változott az is, ahogy írsz? Ahogy mindenki ír. És sok veszély van. Tehát egy számítógépes monitorra oda nézel. Én csak ilyen notebook számítógépeket használok, mert meggyőződésem, hogy a szemnek az jobb. Nem lövi olyan erővel a port. De ez mindegy. Ránézel egy monitorra, a szöveged olyan kiglancolt. A betűk egyformák. Szóval minden olyan klafának néz ki akkor is, ha nem jó. Szemben egy össze-vissza firkált kézirat. Vagy egy gépeltel. Ezért én mindig kiprintelem, elolvasom, úgy összefirkálom. Tehát sok veszélye van, de rengeteg előnye van. Nem beszélve arról, az összes változat ott van. Álmodból fölébredsz. Például említetted ezt a Csillagok világát, ami egy trialógus, tehát egy atya és a két ikerfia beszél egy könyvön át. Irodalmilag ez elég vicces volt, vagy érdekes volt nekem. De én azt hittem, hogy az például egy olyan könyv lesz, hogy mesekönyv is. Úgy is írtam. Kicsit ismeretterjesztő, tehát a világirodalom legfontosabb munkái, Homérosztól a Bibliáig, minden úgy benne van. De én nem vagyok gyerekíró, tehát a gyerekek azt nem tudták. Ezt rögtön mondták a kiadóba, hogy ez jó terv, de nem. Igazuk volt. Na és ott például rengeteg tipográfiai ötletet ki lehetett próbálni, amit ha nincs számítógép, akkor nem lehet, mert ott ugye, hogyha hárman beszélnek, akkor az atya az egyszerűen megkülönböztethető, mert ő felnőttül beszél, a mondatai nagy betűvel kezdenek pont. De a két gyerek az kis betűvel kezdi, és nincs a végén írásjel. De hogy különbözteted meg a kettőt? És akkor erre kitaláltam azt a talán vicces dolgot, hogy az egyik repetitíven beszél. Tehát úgy beszél, hogy bejössz a szobámba, papa be, és akkor tudod, hogy az az. És ezt úgy bevezettem. Na most ezt ki kellett próbálni. És akkor kipróbáltam néhány oldalon, ha úgy nem tetszett, akkor félredobtam másik változat. Tehát a kísérletezésnek tágteret ad a számítógép, és nélküle egy csomó könyv nem is születhetett volna meg. Én pontosan látom a számítógép hatását, például említettük a drága Szabó Magdát. Ő nem használt számítógépet soha, és ez látszik a munkáin. Tehát vannak benne olyan, hát nem hibák, de olyan dolgok, amit ha számítógépet használt volna, akkor másképp csinálja, biztos vagyok benne. Ugye említetted, hogy nagyon fiatalon, 26 éves korodban lettél kötettel rendelkező író, egy olyan időszakban, amikor... Hát rosszul veszed ezt, mert én 22 voltam. 22-ben? Képzeld. Akkor még fiatalabban. Igazából ezt azért kérdeztem, mert meg akartam azt tudni tőled, hogy szerinted ma könnyebb vagy nehezebb egy pályakezdő írónak? Azért az nem volt egy könnyű időszak. Hát nem. És hozzáteszem, hogy gimnazista korom óta próbálkoztam, tehát harmad éves voltam, amikor beadtam a Magvetőbe az első kötetváltozatot, amit aztán 19 éves koromban politikai jogból visszaküldtek. De most nem hagyjuk a panasz könyvet. Tehát nagyon nehéz volt, de ha egyszer megkapaszkodtál az irodalom gályájának peremén, akkor az vitt magával.
Tehát akit egy kicsit is közöltek a lapok, az számíthatott rá, hogy előbb-utóbb, néhány év későn, de lesz egy kötete, aztán még egy, és rontom a helyzetet. 72-ben jelent meg az első kötetem, előszó az ABC-hez, és 73-ban a második, jelenleg 13. a listán. És én annyira fiatal voltam, hogy nem is érdemeltem meg. De a Magvetőben a buzgó szerkesztő, hol a következő? Nesze. Na most, ez ma nincs. Tehát ma nagyon nehezen jutnak be a fiatalok, és a dőjfősebb kiadók, és a mi kiadóink is sajnos ide tartoznak, azok már nem nagyon fogadnak-e, főleg fiatalt, nagyon ritkán. Kivéve, ha valamiért a kereskedelmi levétel. Hát, mert a kereskedelmi kockázat is megjelent, amit régebben nem volt. Hát nálam ugye megjelent az első kötetem, én nem is tudom hány ezer példányban, mert akkor pedig beleírták, de nem emlékszem, 18 forint volt, arra emlékszem. És bizonyos könyvesboltokhoz el se jutott, mert nagy raklapokon állt egy másiknak a raktárában. Mert mit érdekelte a szocialista könnyűipart, hogy most ezt eladják, nem adják, kész. Na most a pénzről szól az egész. De most megjelentek a Hiénák. Tehát tudok olyan könyvkiadót, amit ráadásul egy író vezet, aki azt csinálja, hogy fiatal tehetségeknek komoly pénzekért írói iskolát tart. Tehát oktatja őket több százezer forintért. De úgyhogy nem is találkoznak. Beküldik a szöveget, ő visszaküldi. És akkor antológiákat ad ki, nem fizet egy fillért se a szerzőknek, köteteket ad ki. És ott nem tudom, hogy fizet-e bármit. Egy valaki azt mondta, tehát itt nincs biztos forrásom, hogy azt mondták neki, hogy ha el az 5000-et, akkor majd. De hát ki, hol ad el egy fiatal szerző 5000-et? Tehát magyarán könyvek jelennek meg úgy, hogy egy fillér nem jut a szerzőköz, és ez a fő baj. És egy jól működő országban ilyenkor van 30 alapítvány, amelyik azt mondja, nem baj, onnan ne keres pénzt, de ilyen ösztöndíjat kapsz, olyan ösztöndíjat kapsz, amolyan ösztöndíjat. És tudom, hogy ez a nem kormány közeliek szemében úgy szálka, hogy lett az a térei ösztöndíj, amelyik egy komoly fizetést adott fiatal íróknak talán 3 évig, de lehet, hogy 4, ezt nem tudom. És a középnemzedék mind kapta ezt az ösztöndíjat, és én azt mondom, nagyon helyes. Ha bármelyik író bármit kap, éljen, az sokkal jobb, mint ha nem egy fegyverkereskedő kapja. Tehát én ezt teljesen mindegy, hogy milyen ízléssel hoznak döntéseket díjakról, ösztöndíjakról és más lehetőségekről, amíg pénz érkezik a kultúrára. Addig én ezt éljenzem, egyetlen műfaj a kivétel az a film, amelyikre olyan pénzeket költ a kormányzat, hogy ennyi pénzt szerintem nem érdemes. Nem hiszem, hogy Olaszország ennyi pénzt költ a saját filmiparára. Ott a filmipar úgy működik, mint itt egyébként egy jó könyvkiadó, hogy kiad 10 könyvet, abból tudja, hogy az első 5 megbukik, a második 5-ből 2 úgy valamennyire megy, egy picit jobban megy, és 2 jól megy. És az eltartja az összes. És ez egy nagyon egyszerű gazdasági számítás, és ez tetszik is nekem, és nagy félre, és én nem kérek, és nem is fogadok el se ösztöndíjat, se semmit. Úgy érzem, hogy azoknak kell, akik fiatalok, még kell nekik a pénz, és még a professzionális ambíciójuk nagyon magas, az enyém már nem. Jó, akkor úgy teszem fel, hogy a végén a kérdés, hogy ma te választanád az írópályát, ha pályakezdő lennél? Nézd, nekem 2 esélyes életem volt. Vagy író leszek, vagy író leszek, és ez semmit sem változott. Köszönöm szépen.